Uram a polgárja. Csan Zuckerberg. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy néztek minket. Ma ismét mind a ketten felvettük a Covid melegítőnket, vagyis igazából én csaltam egy kicsit, mert nekem kapucnis melegítőm, ez a hétvégi Covid melegítőm. Szóval először szeretném bemutatni kollégámat, Kincses Pálintot, akivel már tegnap találkoztatok, illetve a héten már tartott egy előadást is, vagy egy néhány perces kérdezfeleleket, és mostantól Bálinttal együtt fogjuk vezetni a Covid műsorait. És hát úgy gondoltuk, hogy egy héten egyszer nem vendéget hívunk, hanem valamilyen más érdekes témába fogunk belevágni. A mai témánk az lesz, hogy Covid-teszteket teszteltünk. Na, tehát addig én gyors tesztet teszteltünk kólával. Pár nap ezelőtt volt egy kisebb balhé, az ország parlamentből indult ki, hogy egy képviselő az antigén gyors tesztet úgy pocskondiázta, mondjuk így, hogy kólát öntött rá, és kimutatta, hogy a teszt pozitív volt, tehát hogy a Coca-Cola is Covid vírus tartalmazhat, vagy legalábbis így ezzel sok embernek elszállt a bizalma ezekkel a tesztekkel kapcsolatban, hogyha még a kóla is pozitívnak tesztel, akkor igazából mire is jó ez az egész. Igen, és hát hogy ezt ennek egy kicsit utána járjunk, ezért begyűjtöttünk néhány gyors tesztet, illetve néhány különböző italt. Ezek közt gyümölcslék vannak, illetve az ominózus kóla is. És fogtuk és megnéztük először is a pH-jukat. Akkor először mérjük meg a pH-ját a gyümölcsleveknek. Egyszerű pH-papír. Nézzük először a kólát. És akkor még egy maradt ki a narancslénám. Ez 4-es. Ugye sajtóértesülések alapján a kóla azért tesztelődött pozitívan, mert hogy savas pH-jú, és a savas pH tönkreteszi ezeket a teszteket. Tehát ez azt jelenti, hogy ez nem azt jelenti, hogy a teszt nem megbízható, hanem azt jelenti, hogy nem arra találták ki, hogy kólát teszteljünk vele. Ugyanis, hogyha rendeltetésszerűen használjuk, és a magában a tesztre tartalmazó folyadékot használjuk, akkor ilyen problémában nem futunk bele. És ennek okán első körben begyűjtöttünk néhány üdítőt, és megmértük mindegyiknek a pH-ját. Ezek közül az üdítők közül a legsavasabbnak egyébként a vegyes erdei gyümölcslé bizonyult, aminek 3-as pH értékű, vagy 3-as pH értéket adott. Ennél kicsit magasabb volt a pH-ja a kólának, illetve a narancslének, ezek 4-es körül mozogtak a pH-juk, és a kontrollnak még használtunk vizet is, ami semleges 7-es pH-ju. Na, akkor Bálint kimérte a pH-ját 4 különböző italnak, és akkor arra jutottunk, hogy a kólát és a gyümölcslét fogjuk tesztelni. A kólát az 3-4 közötti pH-jónak mértük, a gyümölcslét pedig 3-asnak. Ahhoz, hogy legyen egy negatív kontrollunk is, ahhoz pedig akkor engem most gyorsan letesztelünk. Oké, és akkor most bele kell tenned abba.
Jó. Ez lesz egy gyümölcslé, ebből is akkor 5 csepp. Jó. És a kóla. Mindegyikből cseppentettünk néhányat ezekre a gyors tesztekre, és nekünk egyedül a gyümölcslé, a vegyes erdei gyümölcslé bizonyult pozitívnak. Úgy gondoltuk, hogy kipróbálunk egy másik gyártótól is egy ugyanilyen gyors tesztet, és hát amivel ugye a gyümölcslé, amit az előbb láttok már, dupla csíkot adott, ezért megpróbáltuk, hogy egy másik gyártó esetén a gyümölcslé az hogy működik. Nézd meg, kezd följönni. És hát amit tapasztaltunk, egyébként nagyon érdekes, az, hogy valójában egy nagyon-nagyon-nagyon gyenge pozitívat mutatunk, hogyha látjátok a tévetűnél azt a halványcsíkot. Tehát igazából azt találtuk, hogy a gyümölcslet pozitív, és hát másik a képviselő úrnak küldenénk a mi tesztünk eredményét, a kóla az teljesen negatív lett az esetünkben. Hogy ez mitől van, viszont az interneten megpróbáltuk utána olvasni, és hát ahogy Berlint az előbb már említette, ezt mi a leghitelesebb dokumentumok elolvasása után a savassággal hoztuk kapcsolatba, de azt el kell mondani, hogy mindenhol, ahol erről írtak, és egy icipicit is tudományosabbnak tűnt, azért nagyon erősen kiemelik azt, hogy ezeket a teszteket nem ételek tesztelésére tervezték, hanem koronavírus tesztelésre. Tehát valójában értelme nincsen neki, hogy ételeken teszteljük, ettől függetlenül nekünk is kijött az hogy egy nagyon savas közegben pozitívat ad. Igen. Meg azt is konkludálhatjuk talán, hogyha valaki véletlenül kollát, vagy narancslét, vagy gyümölcslét szívott az orrába, akkor nem érdemes akkor tesztelni. Jó, szóval ez az egyébként rövid konklúzió, ez az, amire futotta így egy ilyen szombat este tőlünk, és holnaptól ismét komolyabb témával folytatjuk. Nem gondoljuk, hogy ez kevésbé komoly téma, mint a többi, de erre most le kellett csapnunk, és holnap egy immunológus professzor asszony lesz a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!